Köszönöm szépen a bemutatást, jó napot kívánok! Kiegészíteném annyival, hogy egyáltalán hogy kerültem én ehhez a területhez közel, és ha már itt elhangzott, hogy tanítok, igen, én 1986 óta tanítok az államigazgatási főiskolán, illetve hát most a mostani nevén a átalakulás után a Közszolgálati Egyetemen, és a 80-as évek második felében, majd ezt érintjük, vagy erről még fogok beszélni, akkor indult meg az első törvénytervezet, adatvédelmi törvénytervezet készítése Magyarországon a Statisztikai Hivatalba, és a főiskolai tanszékről a tanszékvezetőm ajánlotta, hogy kellene segítség a Központi Statisztikai Hivatalba, ahol ez a törvénytervezet készült. Így kerültem oda, majd ezek után, amikor a rendszerváltást követően NATO ösztöndíjra lehetett pályázni, akkor pályáztam, és így el is nyertem egy tanulmányutat. Ez csak azért érdekes, mert a jogszabály megkövetelte is. Igen, biztos, illetve most a hatóság elnöke, akinek legalább 10 év szakmai gyakorlata van, vagy tudományos fokozata is. Hát 2001-ben még nem nagyon lehetett 10 éves múltat, kevés személy jöhetett szóba, akinek megvan a 10 éves tapasztalata. Meg én azért tudtam felmutatni, mert 88-ban jelent meg az első tanulmányom ezen a téren. Ugye ez nem érdem, inkább a koromra vonatkozó adatok, de akkor 80, vagy 2001-ben még szigorúan vette az országgyűlés, illetve a köztársasági elnök, hogy kit javasol erre a pozícióra, és megvan-e a szakmai tapasztalata. Így aztán én egyébként 96 óta az első adatvédelmi biztos külső szakértője voltam, ugye a második adatvédelmi biztos voltam. Hiába próbálkozott a akkori köztársasági elnök Sólyom László, hogy jelöljen, hogy újra jelölt a posztra két alkalommal is, de egy alkalommal sem kaptam meg a szükséges kétharmados többséget. Én ennek az okát, és ez majd előjön az egyik dián is, ugye most van a jubileum a Balatonöszödi beszédnek, és ezzel kapcsolatban akkor nekünk több ügyünk is, több állásfoglalásunk volt ezzel kapcsolatban, akár információszabadság ügyében, ugye nem akarnám most az Öszödi beszéd részletét idézni, de ilyen beadványt kaptunk akkor, hogy a miniszterelnök igazmondási kötelezettségére vonatkozóan kellett véleményt mondani, és ez nyilván úgy szólt, hogy amikor tájékoztatja a nyilvánosságot, akkor annak tényszerűnek kell lenni. Szó szerinti idézet a törvényből, illetve voltak adatvédelmi jellegű ügyeink is, amikor a rendőrség a kórházaktól nyilván a sebesültek a demonstráció során megsérültek adatait szerette volna megtudni, hogy kik azok, akik ellátásba részesültek, de annyira tág megkeresést írt, hogy október 23-án 0 órától aki kórházi ellátásban részesült, ebbe beletartozik az is, aki szült, meg az is, aki mondjuk otthon lefórázta magát. Tehát mind a két oldalról voltak olyan állásfoglalások, amely nyilván az akkori kormány számára nem volt kedvező. Így aztán a 4 ombudsman közös hivatalát vezettem, majd 2012-től egy átalakult rendszerben, ugye korábban ombudsmani típusú intézmény volt, ma pedig egy hatóság, de azt szeretném hozzátenni, hogy hatósági jogkörünk csak adatvédelmi ügyekben van, információszabadság ügyekben nincsen,
egyetlen egy kivétel van, amikor a nyilvánosság akadálya az, hogy az adat minősítve van, akkor a hatóságnak van jogköre arra, hogy a minősítést felülbírálja, hogy jogszerű volt a minősítés, ugye ez a szigorúan titkos, titkos, bizalmas és korlátozott terjesztésű. Itt hatósági jogkörünk van, de egyebekben nincsen. Tehát a, viszont az adatvédelmi ügyekben most a főszabály az az, nem a költségvetési szervek vonatkozásában, hanem az egyéb adatkezelők esetén, gazdasági élet szereplői, stb. 20 millió euró, tehát ha ezt átszámítjuk, ez több mint 7 milliárd forintnyi bírságot szabhat ki a hatóság. Ez, ahogy a sajtót idézzem, ez brutális mértékű bírság összeget jelent, de ez csak adatvédelmi ügyekben van. Egyébként 100 millió forint volt a legmagasabb bírság, amit eddig a hatóság kiszabott, de ez az ügy, ez bíróság előtti felülvizsgálat alatt áll jelenleg. Ennyi kiegészítés talán, hogy egyáltalán én hogy kerültem közel ehhez a területhez. Szeretném mondani, hogy bármikor bárkinek valamilyen kérdése van, nyugodtan tegye föl közbe is, ha valami nem világos, vagy mert én készültem egy prezentációval, de nem muszáj ehhez tartani magunkat. Tehát, hogyha valakinek valamilyen kérdése van. Itt egy érdekes dia található. Ez a dia, ez két eseményhez kapcsolódik. Az egyik éppen ugye én 2007-ben, 2007 decemberében járt le a 6 éves biztosi ciklusom, és akkor december közepén az Emberi Jogok Napja kapcsán volt egy konferencia az országgyűlésbe, és én arról tartottam előadást, hogy milyen erkölcsi vonatkozásai is vannak az adatvédelemnek vagy a nyilvánosságnak, hogyha emberi jogként tekintünk erre a két jogra, és ezért szerepelnek ezek a Ószövetség, Újszövetség, a tulajdonképpen görög filozófusok, de a legfontosabb, és ez később került a dia aljára, ez az empátia készség és a tisztességes adatkezelés követelménye. Mi 2013-ban indítottunk egy gyerekjogi projektet. Én ezt 2007-ben elhatároztam, csak hát nem tudtam indítani, miután nem választott az országgyűlés újra, és ez a projekt, ez arról szólt, hogy a, és szerintem ez az egyik legfontosabb kérdés ma is, ezen a téren érzek némi kudarcot, hogy a gyerekeket hogyan tudjuk megvédeni az internet káros hatásaitól, és ennek a projektnek a kapcsán ez, ennek a, egy könyv kiadványunk is megjelent, az volt a címe, hogy Kulcs a net világához, majd később még fiatalabbak számára a Kulcsocska a netvilágához. Vastag Tamást kértük meg, hogy egy videóklippel népszerűsítse ezt a kiadványunkat. Majd egy Európai Uniós projekt keretében kidolgoztuk annak a tananyagát is, hogy mit kellene és hogyan. Ez is fontos volt, hogyan kellene az iskolába oktatni ezt a kérdéskört, ami tulajdonképpen nem csak az internetet jelenti, hanem a média értést, hogy kéne egyáltalán a médiához viszonyulni, és ezen a téren nagyon fontos, ugye sajnos már Magyarországon is több gyermeköngyilkosság történt, azért mert zaklatják az interneten a gyerekeket, és akkor ugye ehhez kapcsolódóan lehet megfogalmazni, ugye nem csak az új szövetségnek az aranyszabályát, hanem ha ezt lefordítjuk korszerűbbre,
akkor az empátia készség. Ugye próbáljon belegondolni az a gyerek, hogy milyen következményei lesznek annak, ha éppen az osztálytársát vagy az ismerősét az interneten olyan jelzőkkel illeti, vagy egyébként olyan képeket jelentett meg róla, amelyeket mondjuk kizsarolt tőle. Ugye itt gondolok azokra a hiányos öltözetű képekre, amelyek a gyerekeknél ugye küldözgetnek egymásnak. És hozzátenném mindjárt, hogy ekkor mi hivatalból átnéztük azokat az internetes honlapokat, ezek zömmel szexuális társkereső szolgáltatás nyújtó oldalak, ahol kiskorúak is, vagy legalábbis, hát igen, 18, vagy az akkori szabályok szerint 16. életév alatt regisztrálni lehetett mindenfajta ellenőrzés nélkül, és több mint 2000 olyan adatot találtunk, ahol 16 évnél fiatalabb személyek ajánlanak föl ilyen szolgáltatást, ezeket az adatokat töröltettük, és hogy a kudarc mi ebben az, hogy én akkor több államtitkárnál, miniszternél jártam, hogy hát be kéne vinni ezt a médiaértést, adatvédelmi, valamilyen alapismeret képzést az iskolába a gyerekeknek. Tehát valamilyen formában, most mindegy, hogy etika, vagy számítástechnika, vagy hittan, mondjuk ugye nyilván az állami oktatásnak a hittan oktatásra van a legkisebb hatása, de valamilyen tárgyhoz kapcsolódóan, hogy ne csak, de ha más nincs, akkor akár osztályfőnöki órán is lehetne ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, és azt nem tudtuk elérni, hogy ez legyen az iskolába valamilyen formában kötelező tananyag. Mi, ha kapunk felkérést a munkatársai, milyen rendhagyó szülői értekezletekre eljárunk, akár iskolákba is, de nem intézményesült ez, mint kötelező tananyag, és szerintem ez probléma. És ugye ott van alatt a tisztességes adatkezelés követelménye, ez most azért fontos, mert ahogy utaltam, hogyha 20 millió euró, de elég, ha csak a magyar költségvetési szerveknél a 20 millió forintot is nézem, akkor, hogyha egy adatkezelés nem csak jogellenes, hanem még azt is lehet mondani, és példát is mondok rá, hogy tisztességtelen, akkor nyilván a kettő nem ugyanaz. A tisztességtelen az valamivel több, mint a jogellenes, és ha bírság növelő szerepe van, akkor fontos meghatározni, hogy mégis mit jelent az, hogy tisztességtelen, és ez egy ilyen gumiszabálynak tűnik, de nyilván, ha tisztességtelen, akkor csak morális, etikai szempontokat lehet figyelembe venni, és ahol például alkalmaztuk, vagy megállapítást tettünk korábban, az mondjuk azoknál a termékértékesítési szolgáltatásoknál van, ahol ugye lehet vizsgálni, hogy jut el a szervező azokhoz a telefonszámokhoz, akiket meghívnak. Igen, de ha meghívják, akkor nem mondják meg, hogy azért hívunk meg, hogy eladjunk különböző termékeket, hanem ezt megpróbálják beállítani ilyen egészségnapnak, megmérjük a vérnyomásodat, elkérjük a tajszámodat, tehát azt állapítottuk meg, hogy megtévesztik azokat a személyeket, általában idősebb személyeket, akiknek már van különböző egészségügyi problémájuk, és akkor a fájdalmat csökkentő lepedőt, vagy fájdalmat csökkentő párnát könnyebben el lehet adni számukra, hogyha még úgy állítom be, hogy ez egyfajta ilyen egészség napnak is, vagy egy ilyen egészséghez kapcsolódó rendezvénynek is minősül. Itt például megállapítottuk, hogy nem csak jogellenes az adatkezelés, hiszen egészségügyi adatot kezel akkor, hogyha megméri a vérnyomását, ha elkéri a tajszámát, de minek kellenek ezek az adatok? Hát az a célja, hogy eladjam a termékemet, semmi
köze a vérnyomásnak ehhez. Nem vérnyomás mérő készüléket adok el, de akkor se kell a vérnyomását adott időpontban ismerni. Tehát megállapítottuk, hogy jogellenes, és emellett tisztességtelen is. Tehát ezért ez a ilyen indító dia, hogy igen, az adatvédelemnek és az információszabadságnak, és hogy visszatérjek az összödi beszéddel kapcsolatos állásfoglalásunkra, az Alkotmánybíróság mondta ki, hogy ha az állampolgárok nem tudják az államot ellenőrizni, már pedig akkor tudják ellenőrizni, ha megkapják ehhez a szükséges adatokat. Ha nem kapják meg az adatokat, akkor nem működik a demokrácia, és nem működik a jogállam, mert a jogállamnak az a lényege, hogy az állampolgárok ellenőrizzék az államot, tehát akkor nincs. Hozzáteszem egyébként, hogy ma is az adatvédelmi hatóság folytat konzultációkat, akár a Velencei Bizottsággal, akár az Európai Bizottsággal, akár az Európa Tanáccsal, és általában ezeknél a konzultációknál ez a Magyarországról szóló jogállami jelentések kapcsán folytatunk ilyen konzultációkat, és általában nem adatvédelmi kérdések merülnek föl, hanem a nyilvánosság kérdései merülnek föl. Tehát például a legutóbbi konzultáció lényege, vagy az egyik kérdés éppen az volt, amit akkor sikerült legalább döntetlenre kihoznunk. Azóta romlott a helyzet, mert vizsgálatot indított az Európa Tanács, az egyetemi modellváltással, hogyha alapítványi egyetemek lesznek, akkor az alapítványi egyetemekre milyen szabályok vonatkoznak, ami ma az állami egyetemekre, milyen közérdekű adatokat kell nyilvánosságra hozni, azok hogy fognak majd az alapítványi egyetemek hogy fognak viszonyulni, az állami egyet csökken-e a nyilvánosság, vagy nem. Mi azt mondtuk, hogy nem, mert részben állami vagyont kap a működtetésre, részben pedig, hát amikor állami pénzeket juttatnak egyébként, mondjuk, ugye ez egy érdekes helyzet, mert a Semmelweis Egyetemnél a egyetemi képzés az átmegy alapítványi képzésbe, de az egyetemnek vannak klinikái, és az egyetemi klinikák azok pedig megmaradnak állami fenntartású. Tehát a nyilvánosság az egyetemi klinikák vonatkozásában nem fog csökkenni, hiszen ugyanúgy állami fenntartás alatt vannak. Az egyetemek meg ugyanúgy közérdekű feladatot látnak el az oktatással, mint korábban. Ezt akkor elfogadta az Európa Tanács, a jelentésébe csak ilyen lehetőségként merül föl. Nyilván azt mi nem tudjuk befolyásolni, hogy ők mit írnak le, de akkor a lehetőségét jelenítették meg, hogy fennállhat annak a veszélye, hogy csökken a nyilvánosság, de ugye semmi kézzelfogható bizonyíték nincs arra, hogy valójában csökken. Hát még nem történt olyan adatigénylés, de mégis az eljárás megindította. Tehát erre szeretnék utalni, hogy miközben egyébként azt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nincs Európai Uniós etalon vagy standard, hogy a nyilvánosságnak milyennek kell lennie. Európai Uniós nyilvánosságra vonatkozó szabály nincs. Az Európai Uniós intézmények nyilvánosságára van szabály, de nem a tagállami nyilvánosságra. Mégis ezek jogállamisági kérdéseknél előjönnek, pedig nincs közös szabályozás. Tehát azt szeretném hangsúlyozni, hogy az adatvédelmi oldalról is, bár ott egyre kevésbé, miután majd érinteni fogom, ott közös európai szabályozás van, de az információszabadságnál meg direktbe azért ezek politikai
oldalról nézve elég érzékeny kérdések, ahogy egyébként a mi határozatainknak is bizony vannak politikai hullámai, pedig mi hozott anyaggal dolgozunk, tehát mi olyan ügyekkel foglalkozunk túlnyomó többségében, ritka az, amikor hivatalból indul eljárás, mondjuk egy sajtóhírre utalva, amikor panaszbeadványt kapunk. De mégis, amikor ugye fölmerült a demokratikus koalíciónál egy adatvédelmi incidens ügye, több ezer párttag, párt anyagi támogató és párt szimpatizánsnak az adatai váltak elérhetővé az interneten, akkor mi eljártunk, megállapítottuk az adatvédelmi incidens bekövetkezését, meg is bírságoltuk a demokratikus koalíciót. Hiába hagyta jóvá a bíróság a határozatunkat, mégis megjelentek olyan nyilatkozatok ezzel kapcsolatban, hogy ez valamiféle politikai jellegű támadás a hatóság részéről, hát pedig nem az, ráadásul bírósági kontroll is helybe hagyta a határozatunkat, tehát adatvédelmi oldalról is, és nyilvánosság oldaláról is azért elég néha, nem mindenütben, de néha, vagy több alkalommal azért ezek politikailag elég érzékeny eljárások. Hogy alakult ki, majd itt lesz egy magyar, aztán visszatérek majd, hogy alakult ki Magyarországon az adatvédelmi szabályozás, itt csak Magyarországon elég későn, itt látható, hogy mondjuk a polgári törvénykönyvnek volt egy 1977-es módosítás, ahol a személyes adatok védelméhez fűződő jog bekerült a polgári törvénykönyvbe. De most nem ez az érdekes, hanem ugye Szovjetunióban a Gorbacsov főtitkári pozíciójával, vagy főtitkári posztra kerülésével ő meghirdetett egy új gazdaságirányítási rendszert, ugye ez a Perestroika és a Glasnost, ami együtt járt azzal, hogy ezt az új gazdaságirányítási rendszer kapcsán hát a megvitassák az állampolgárokkal ezeket az új elképzeléseket, és tulajdonképpen ez gyűrűzött be aztán Magyarországra. Az MSZNP központi bizottsága hozott egy határozatot, hogy szélesíteni kell ugye a szovjet előzmények alapján a nyilvánosságot. És így kezdődött meg Magyarországon a központi statisztikai hivatalba, hiszen Nyitrai Ferenc név volt, nem tudom, emlékszik-e valaki erre a névre, a központi statisztikai hivatalnak az elnöke, és az MSZNP központi bizottsága rászignálta ezt a feladatot, hogy a ugye informatika, adatvédelem, információszabadság, hogy készüljön Magyarországon is egy törvénytervezete, ami egy törvénytervezet, így kezdődött Magyarországon az első törvénytervezete, amit aztán ennek a kidolgozója, egyik kidolgozója és az atya egyébként Sólyom László volt, és tulajdonképpen ugyan a rendszerváltás ennek ezt a törvényt elsodorta, de a 92-es első elfogadott országgyűlés által elfogadott törvény, az nagyban épült erre a tervezetre. Így tulajdonképpen a magyar szabályozás az első volt Közép-Kelet-Európában a volt szocialista országok között, és ez nagyon nagy presztízst is jelentett nekünk, majd aztán későbbiekben erre még visszatérnék, hogy miért alakult át az ombudsmani típusú
jogvédelem hatósági típusúvá, csak ezen nem is mennék végig, csak inkább ahogy a Szabad Egyetem felvezetésében is, vagy a program hirdetésénél is szerepel, tehát az adatvédelem, mint a magán szféra védelme, mindig nagyon szoros kapcsolatban volt a technológiával. Ugye most itt még ezek a fényképezőgépek, kamerák is jól láthatóak. De ahonnét ez indult, 1890, Egyesült Államok, ez két ügyvéd, ugye azt mondták, hogy a fényképezés ördögi módon beavatkozik az emberek magánszférájába. Pedig 1890-ben nem lehetett úgy fényképezni, hogy azt nyilvánvalóan ne vegyék észre, de főleg akkor, hogyha a fényképezés és a nyomtatott sajtó, ugye a nyomtatott sajtóba bekerülnek a képek, akkor az érinti az emberek magánszféráját. Na hát ahhoz képest hol vagyunk már a mai technológiánál kapcsán. Tehát fontos hangsúlyozni, hogy az adatvédelem, magánszféra kéz a kézben jár egymással, és ugye mindig az a kérdés, hogy ki van előbb a technológia, milyen jogi választ tudunk adni, illetőleg a jog milyen gyorsan tud reagálni a technológia változására. Nyilván próbál, de most ezeken nem mennék vissza. Az információszabadság még régebbre nyúlik vissza, itt látják, 1640, nevezze meg az uralkodó, nevezze meg a király, hogy kik a tanácsadói. Na most nem is biztos, hogy választásokig el kell menni. Kik a miniszterelnök tanácsadói, kik a főpolgármester tanácsadói, mennyi a bérezésük, milyen juttatást kapnak, kapnak-e gépkocsi használatot. Jó, nyilván 1640-ben nem volt gépkocsi használat, de az, hogy nevezze meg a tanácsadóit, kik azok, akik a döntéseit befolyásolják. Ugye ugyanott vagyunk, tehát az információszabadság még sokkal régebbre nyúlik vissza, mint az adatvédelem. Többi nem mennénk végig, viszont ami nagyon fontos, hogy 2016. május 24-e óta megváltozott a jogszabályi környezet. Ugye említettem, hogy 1992-ben fogadta el az országgyűlés az első magyar törvény. Ugye azt hozzátenném, hogy nyilván volt egy személyi összefüggés is, ahogy említettem, a törvény egyik kidolgozója Sólyom László volt, nyilván a rendszerváltásban a kerekasztal tárgyalásoknál, vagy három oldalú tárgyalásoknál ő jelentős szerepet játszott. Tehát a ellenzéki, vagy három oldalú megállapodásoknak az egy kardinális kérdés volt, hogy hogyan kell módosítani az alkotmányt, és milyen emberi vagy állampolgári jogokkal kell kiegészíteni, és milyen jogállami intézményeket kell létrehozni. És ezt az alkotmánymódosítás még az utolsó szocialista parlament fogadta el a szabad választások előtt. És ugye ekkor került be az alkotmányba a személyes adatok védelméhez fűződő jog az egyik oldalon, és a közérdekű adatok nyilvánossága a másik oldalon. Azt szoktuk mondani, hogy ezt most, hogy ezt Sólyom László mondta, vagy Majtényi László az első, biztos ezt nem tudom, de ugye azt mondjuk, hogy ez az érem, ugyanannak az éremnek a két oldala. Mert Magyarországon, és nem csak Magyarországon, hanem és nem is csak a volt szocialista, vagy a szocialista országokban, hanem minden olyan országban, ahol valamilyen diktatúra volt,
ott az állampolgárokról igyekeztek minél többet megtudni. És ugye még ahogy az Alkotmánybíróság mondta, egy határozatában, vagy kimondta, olyan eszközökkel is, amelyek jogállamban nem működhetnek, ez pedig a besúgó hálózat volt, az ügynök hálózat. Ugye ez egy alapvető kérdés ma is, hogy miért nem nyilvánosak az ügynök akták. Ugye ez így nem igaz, hogy nem lehet meg is, hiszen mindenki megismerheti, hogy róla jelentettek-e, mit jelentettek, ki jelentett, illetve azoknak a személyeknek a vonatkozásában, akik úgynevezett közfeladatot látnak el, azoknak az az adata, hogy együttműködtek-e a korábbi, ugye ez a 3/3-as ügyosztály, ez a belső elhárítás, ez az adata nyilvános. Ez a jogszabályi változás, ez a Meggyesi, ugye kiderült, hogy D209-es számú ügynök volt, utána változott meg a szabályozás, előtte az átvilágító bírák hatásköre volt, hogy megnézzék, hogyha valakit jelölnek egy posztra, vagy betölt egy posztot, az együttműködő volt-e a rendszerváltás előtti belső elhárítással. Nekem még 2001-ből az átvilágító bíráktól van határozatom, hogy nem működtem együtt a belső elhárítással, hiszen az országgyűlési biztosok is átvilágítás alá estek. Tehát ugye az egyik oldalon az állam mindent igyekezett megtudni az állampolgárokról, a másik oldalon meg az állam nem volt átlátható az állampolgárok számára. Ugye azért a Kádár rendszerre nem az volt a jellemző, hogy mondjuk a miniszternek kötelessége lett volna válaszolni, hogyha külföldön volt, akkor melyik szállodába szállt meg, mennyi volt a szálloda költsége, ha a titkárnőjével ment, akkor egy szobát béreltek-e, vagy két szobát béreltek. Tehát az állam nem volt átlátható, ugye? Ezek nyilván ma föltehető kérdések. Aztán egy kérdés, hogy kapnak-e rá választ, de most az egy másik történet. Tehát és akkor azt gondolták a rendszerváltók, hogy ez a két alkotmányos jog, ez segíthet ezt a tendenciát megfordítani. Az állampolgár csak annyira legyen átlátható, amennyire az állam működése ezt megköveteli, egyébként pedig az állampolgárok maguk döntsék el, hogy valamilyen adatot megadnak-e magukról, vagy nem. Tehát ugye akkor a főszabály az, hogy akkor lehet adatot kezelni, és olyan, amihez az érintett hozzájárul, ami kivétel, az pedig a kötelező adatkezelések. Ugye az, hogy most a munkahelyen meg kell adni adatokat, például, vagy az oktatásban, hát az állam így működik. A másik oldalon meg az állam legyen nyilvános, és csak azokat az adatokat lehet eltitkolni, amelyek szigorú kivételek alá esnek. Ez volt a cél, hogy ez a két alkotmányos jog ezt meg tudja valósítani, és akkor, ha két alkotmányos jog van, akkor a két alkotmányos jog hogyan érvényesül, ennek a figyelemmel, kísérésére válasszunk egy országgyűlési biztost, egy külön biztost. Így jött létre az adatvédelmi biztos intézménye. Igen ám, csak közben 1995-ben az Európai Unió elfogadott egy adatvédelmi irányelvet, ami ugye úgy működik az irányelv, hogy azt nemzeti jogba át kell ültetni, az nem közvetlenül hatályosul, és ez az irányelv a tagállamokra nézve független hatóság létrehozását írta elő, beleértve a bírságolási jogot is. De Magyarországon korábban fogadta el az országgyűlés a törvény, és ombudsmani modellt hozott létre, márpedig a jogszabály megváltoztatását
kétharmados törvényhez kötötte, tehát a jelenlévő képviselő kétharmadához, a biztos megválasztását pedig az összes képviselő kétharmadás szavazatához kötötte. Tehát én voltam az adatvédelmi biztos ugye 2001 és 2007 között, én szerettem volna, hogyha az uniós csatlakozásunkat megelőzően egy nagyobb változtatás ment volna végbe a törvényen, és igazodtunk volna az irányelvhez. Vagyis hatósági forma, igen, de erre nem volt politikai fogadókészség, és egyik oldalnak se volt meg a kétharmadja az országgyűlésben. A másik probléma pedig az volt, hogy amikor lejárt az első adatvédelmi biztos, hogy lejárt az első ombudsmanok, hát már azzal kezdeném, ugye, hogy a politika azért hiába fogadták el a törvényt, azért a politika az ombudsmanokra mindig gyanakvó szemmel nézett. Hát az ombudsman törvény 1993-as volt, és megpróbált az első országgyűlés ombudsmanokat választani. És senki nem kapta meg a kétharmados többséget, vagyis az Antal féle parlament, vagy az első 4 éves időszakban senki nem tudott megválasztani az országgyűlés, mert nem kapta meg senki. Egyébként az első ombudsman éppen Trócsányi László lett volna, és ha jól emlékszem, egy szavazattal maradt le, de nem választották meg ombudsmannak. Ugye a második ciklus, 94 és 98 között, az ott a MSZP-SZDSZ-nek bőven kétharmados többsége volt, így megállapodtak abba, hogy a 3 ombudsmant jelöli, ugye a köztársasági elnök jelöl, de a köztársasági elnök mindig egyeztetett a pártokkal, vagy a frakciókkal, hogy egyáltalán kit fognak megszavazni. Akkor ugye azt mondták, hogy a 3 ombudsman, Göncöl Katalin, Kaltenbach Jenő és Majtényi László jelölje a kormánytöbbség, és az egy helyettesi pozíciót, Polt Péterét átengedjük az ellenzéknek, javaslatot ő tegyen. Ugye Gönc Árpád aztán ezeket a személyeket javasolta, megkapták a kétharmados többséget. 2001. július végén járt le a mandátumok, és olyan, ugye akkor Mádl Ferenc volt a köztársasági elnök, ő szintén ilyen próbált egyeztetéseket folytatni, de az adatvédelmi biztosra nem tudott olyan személyt, nem talált olyan személyt, akit az országgyűlés elfogadott volna kétharmados többséggel. Gyakorlatilag fél évig nem volt betöltve a pozíció. Én a 3. jelölt voltam, így aztán csak decemberben választottak meg, és amikor nekem lejárt a mandátumom, ugye 2007. december közepe, Solyom László meg úgy gondolta, hogy miután ez egy íratlan szokás, hogy a ombudsman személyéről egyeztet a frakciókkal, ő meg nem hajlandó a pártokkal és a frakciókkal egyeztetni, ezért aztán és ugye ebből látszik, hogy az adatvédelmi biztosnak a hatásköre, hiszen az adatvédelmi biztos minden magyarországi adatkezelést ellenőrizhetett. Ebbe beletartoztak a nemzetbiztonsági adatkezelések, beletartozott az országgyűlés adatkezelése is, bizottságok, már pedig azért voltak érzékeny kérdések, olajszőkítéssel foglalkozó ugye feltárása bizottság, vagy az én időmben a Mécs Bizottság, a korábbi állambiztonsági szolgálatokhoz kapcsolódó tevékenységek felmérése. Tehát az adatvédelmi biztos köztársasági elnök adatkezelését is ellenőrizhette az adatvédelmi biztos. Tehát ez volt a legérzékenyebb pozíció. Az én mandátumom után majdnem egy évig, ugye lejárt december közepén, és csak szeptemberben, következő év szeptember közepén tudott az országgyűlés adatvédelmi biztost választani. Végül is az 5. jelölt kapta meg a szükséges többséget. Így aztán, amikor
a mai kormányoldalnak meglett az alkotmányozó többsége, átalakította a rendszer, és ma egy ombudsman van szakhelyettesekkel, ugye van egy kisebbségi, meg egy környezetvédelmi, tulajdonképpen zöld ombudsman helyettese, bár a neve az a jövő nemzedékek jogaiért, és most ugye becsatlakozott oda az egyenlő bánásmódhatóság, meg a rendőrségi panasztestület is. Ezt a rendőrségi panasztestületet, ezt a szintén a 2006-os rendőri fellépések kivizsgálása kapcsán, ugye, hogy ott nem volt megfelelő jogorvoslati és vizsgálati lehetőség, ezért hozta létre később az országgyűlés. És az adatvédelmi biztos kiemelte ebből a rendszerből, és önálló hatósággá minősítette azzal, hogy megadta a teljes hatósági jogköröket, beleértve a bírságolási jogot, és miután az adatvédelmi biztos megválasztásával mindig problémák mutatkoztak, ezért megváltoztatta a választási szabályokat, és ma kinevezéshez köti, tehát úgy van, nem változott a feltételrendszer, de ma a hatóság elnökének a személyére a miniszterelnök tesz javaslatot, és a köztársasági elnök nevezi ki, és van egy helyettese, akit egyébként én magam neveztem ki, így tulajdonképpen nem fordulhat elő az a helyzet, hogyha a fejemre esik a tégla, akkor nincs vezetése a hatóságnak, ami ugye kétszer előfordult a biztosi időszakban. És akkor még egy fontos rész, ugye megváltozott a szabályozás, és 2016. május 24-e hatályba lépéssel, 24-i hatályba lépéssel, de 2018. május 25-i alkalmazással egy Európai Uniós szabályozás él, ami egy rendelet, és a rendelet közvetlenül alkalmazandó a tagállamokba. Tehát ma az adatvédelemnek a kérdéseit egy Európai Uniós rendelet szabályozza, kivéve három területe, amikor bűnüldözési célú adatkezelésről van szó, bűnügyi célú, mert akkor egy Európai Uniós irányelv, ami a nemzeti jogba ültetéssel hatályosul, de arra is van Európai Uniós szabályrendszer, és amire nincs Európai Uniós szabályrendszer, mert nemzeti kompetencia, bár ugye ez se teljesen igaz, az a nemzetbiztonság és a honvédelem. Ez a két terület, ez nem uniós kompetencia, tehát itt nem érvényesül az Európai Unió joga, de akkor nyugodtan megkérdezhetnék tőlem, hogy akkor az Európai Parlament miért foglalkozik a ugye sajtóban Pegazus ügyként elhíresült ügyjel, ha a nemzetbiztonság az nemzeti kompetencia. Azért, mert ami nem húzható be az EU-s jogalkotás alá, az politikai motivációs oldalról, jogállamiság és demokrácia oldalról visszajön a számonkérés, hiába nincs Európai Uniós jogszabály alapja, de mégis előkerülhet. Tehát így megváltozott a rendszer, és az Európai Uniós rendeletet csak akkor lehet kiegészíteni, hogyha erre maga az Európai Adatvédelmi Rendelet felhatalmazást ad, és ezt a díja azért érdekes, mert ez olyannyira erős szabály, hogy az adatvédelmi hatóságnak véleményeznie kell azokat a nemzeti, tehát országgyűlés által elfogadott törvényeket, illetve kormányrendeletet, vagy miniszteri rendeletet, ami adatkezelés szabályozik, csak az adatvédelmi érem egyik oldaláról van szó, és nem veszi figyelembe az országgyűlés vagy a kormány a véleményünket, akkor az Európai Bíróság
arra hatalmazza föl, illetve nem hatalmazza, arra kötelezi az adatvédelmi hatóságokat is, hogy az eljárásaikban nem vehetik figyelembe azokat a nemzeti jogszabályokat, amelyek ellentétesek az Európai Uniós joggal. Úgyhogy előfordulnak olyan jogszabályvéleményezések, amelyeket lehet, hogy nem is küldenek meg számunkra, lásd pedofil törvény, hiszen országgyűlési képviselő nyújtotta be, nem küldték meg véleményezésre, de nálunk van egy monitoring rendszer, figyeljük az országgyűlés honlapján, és ha ott megjelenik egy törvény tervezet, ami nem volt nálunk véleményezésre, akkor a bizottságnak, a főbizottságnak fejtjük ki az álláspontunkat. Ezt nem nagyon szeretem, mert ugye a politikai, ugye ez már akkor politikai vélem, ugye akkor a bizottságban a politikusok ülnek, és akkor a szakmai véleményt a saját politikai vélt vagy valós igazuk felhasználására is föl tudják használni. De amikor olyan fajsúlyos véleményt adunk, akkor oda szoktam írni a jogszabály véleményezés végére, vagy ha szóban fejtem ki az álláspontomat, akkor hozzá szoktam tenni, hogy amennyiben nem veszi figyelembe a jogalkotó a véleményemet, akkor előre jelzem, hogy hiába fogadják el ezt a törvényt, én nem fogom figyelembe venni. Ugye ez egy érdekes szituáció lenne, de még azt is hozzá tudom tenni, hogy egyébként a hegyen, a Sándor palotában a köztársasági elnök mielőtt aláírja a törvényeket, és olyan adatvédelmi vagy információszabadság szabályok van, tehát ha a törvényben vannak ilyen szabályok, akkor általában rá szokott kérdezni, hogy a hatóság véleményezte, elfogadták-e a véleményét, és már több olyan eset volt, hogy visszaküldte az országgyűlésnek arra hivatkozva, hogy a hatóságnak nem kérték ki a véleményét. Ez egy erős jogkör, és tulajdonképpen ez viszont korlátozza a nemzeti mozgásteret is. Nagyjából ennyit gondoltam, természetesen még szívesen válaszolok bármilyen kérdésre.